Húha. Sziasztok! Nem tudom, ki van ébren, de még ekkora vihart az életemben nem éreztem, nem láttam, nem hallottam ilyen dörgéseket. Soha. Iszonyatos, hogy mi megy itten. Húha. Kirohant az áram, mindenki dögött. Én meg itt reszketek, remegek. Úristen, akkora vihar van. Olyat csapkodott ide le valahová a szomszédba. Húha, hát ez aztán csúcs. Jaj, te jó ég. Sziasztok. Iszonyatosan hatalmas vihar van. A kerti bútort, az asztalt, mindent elvitt valamerre, de nem merek kimenni, mert akkora hatalmas viharok, illetve villámcsapások vannak, hogy az kegyetlen. Hát ez van. Remélem, kreszketek. Júj! Wow! Ajjajjaj! Oh. Én csak villámlik, hát remélem, hogy nem viszi el a ház tetejét meg ilyenek. Kegyetlenek. Kikapcsoltam a tévétől kezdve mindent, hogy itt szétrobbantsa itt nekem az egész házat ez a villám. Ez nem tudom nálatok, hogy milyen idő van, vagy ki, hogy érezte ezt az egész hidegfrontot. Ez kegyetlen. Ennyi. Sajnos. Aludtam, úgyhogy akkor átriadtam fel, hogy majdnem, hogy bepipipike. Hú, valaki kitette egy internetre, hogy ott is hatalmas eső van, de hát itt megvihar. Tehát egyszerűen olyan vihar, hogy még az életben még soha nem is láttam, nem hallottam róla. Meg itt vagyok, Bács-Kiskun megye. Igen. Kegyetlen. És ugye ez még, hogy merre fogja vinni, hová fogja sodorni, nem tudom, de azt tudja, hogy elvágott ide valahová, akkor át durrant, hogy hóha, beremegett az egész ház. Ugye itt a szemben levő szomszédomnak már egyszer már belecsapott volt neki kitéve ilyen, mit tudom, milyen díszkőből valamilyen dolog, és akkor azt el is égette elég szépen ilyen dísztárgyat. De nincsen áramom, bekapcsolódott. Ja, most villog minden, van, amikor visszajön, van, amikor elmegy. Nincs áram, kilőtte az áramszolgáltatást. Hát igen, nekem is fáj a baloldali, hogy mondjam nektek, ahová kaptam a műtét előtti olyan gerincbe bevezető fájdalomcsillapítókat. Hát az a gerincem fel akar szakadni, de így baloldalra nyilal. Hát ilyen fáradtság, gyengeség, ilyesmi volt mai napon. Meg hát idegrohamom volt egy kicsit. Ugye, amit az applikátorok csinálnak. Nem baj, az a hangomat halljátok, nem? Nem kell engem mindig látni. Úgyhogy egyszer már volt egy hatalmas vihar, olyan 21 óra körül, elmúlt.
És most egy fél órája kezdett hatalmas dörgéssel, mindennel megint egy másik vihar. Remélem, hogy csendesedni fog. Hát ez van. Úgyhogy nem csak a Covid van itt, hanem még ez a plusz viharos. Félem sírtem. Hogy mi ez? Hát akkor lassan már talán még a világ vége van itt szerintem már. Ja. Köszönöm szépen. Hát majd csak elmúlik. Ez szóval olyan érzés, mint hogyha izomlázam lenne. Komolyan. Tegnap még tényleg ott volt az a hatalmas meleg, ugye ma meg már szinte azt lehet mondani, hogyha kimennék, akkor fel kellene vegyem a nagy kabátot, annyira hideg van kint. Húha. Pedig annyira álmos voltam, és felriadtam álmomból. Mondom, bejelentkezek időben, mert annyira féltem, hogy húha, eltereljem így a gondolataimat, mert az is eszembe jutott, hogy összedől a ház. Ja. Jaj, hírod a nagy dehéni vagy. Hát igen, kiszedtem a körtéből a villanyt, bármit a, na, kiszedtem a villanyból a körtét, hogy ne a körte ragyogjon, hanem én. Jaj, Istenem. Hát igen, a nagy hőkülönbség így van. Hát tudom, hogy a hideg a melegen összecsapódik, és attól vannak ezek. Tehát ez ugye régen nem volt, tehát ez kb. Mit tudom én, mióta van, 2007-től talán, 2006, ja, igen. Kivágták az ősfákat, hogy ott a szlovák területen is hozzányúltak mindenhez, és akkor ezt lehet köszönni, kész. Ennyi. Nem szabadott volna az őserdőket piszkálni. Igen. Már reméljük, hogy nem lesz itt a világ vége. Még. Jaj, hát igen. Tegnap jót bulisztunk, úgyhogy elbúcsúztattuk a nyarat. Baráti körömmel, évek óta ők a barátaim. És szoktunk ilyen ütközéseket csinálni. És nagyon élveztem azt, tényleg a három srác főzött, takarított kiszolgált. Nagyon-nagyon elkényeztetnek. Hát itt nem bújt el senki sem a sötétben. Én nem félek az ilyentől. Sem a szellemektől, semmilyen dologtól abszolút, de nem félek. Egyedül a Szent Élek, a Jóisten lakozik itt bent. Hát nem vagyok arra méltó, hogy hajlékomba jöjjön. De én elfélek, én nem vagyok olyan, hogy elbújik a sötétben, ide bent valaki. Szóval azért annyira nem félek. Hála jó Istennek. Kicsi koromban féltem, amikor külön szobába altattak. És arra mindig visszaemlékszem, ugye nagy fehér, nagy szemeket láttam. Sándal sírtam, és akkor így már nem tettek külön minket a szülők, hanem inkább
megcsinálták, úgyhogy aludni együtt aludtunk egy szobába, mind a hányan voltunk, ők külön aludtak, és akkor így nem féltünk. Igen. Kibújik hozzám majd? Hát figyeljetek ide, álmunkban úgy sem érezzük, hogy kibújik hozzánk, vagy ki nem. Az is lehet, hogy itt fekszik a hátam mögött egy ilyen nagy szellem, ki tudja. Na hát, Maripon, ami miket beszélsz itt, még jobban félek ettől a hülyeségettől, mint a villámtól. Ezt nem szabad ilyeneket írni. Hát igen. Együtt éltük meg a világ végét, mert én szerintem már itt van a világ vége, ami van. Sajnos killódunk. Hát vannak olyan emberek, akik ugye nem hunynak el, nincsenek olyan nagy katasztrófák. De azért, hogyha úgy végignézzük a világ minden táján ezeket a dolgokat, akkor szerintem már lehet észlelni 2000-től ezt. Azt hiszem, én megvédem magam, így van. Pontosan. Hát a villám csapása ellen, meg nagy viharok ellen, hát hogy tudunk védekezni, csak nem egy bunkert fogunk csinálni. De még az is veszélyes, mert hogyha földrengést is okoz, akkor összeomlik, aztán kész. Ja. Hát különben, hogyha mit tudom én, nappal kap el minket egy ilyen nagy vihar, akkor nem szabad sohasem nagy fa közelében menni. Tulajdonképpen, mert tehát, hogy vannak a gyökerei, még azoktól is kaphatsz egy villámcsapást, hogyha véletlenül oda ugye behúzódik a villám. Tehát azért inkább ajánlatos az, hogy sima földre lefeküdni, és eltakarni a arcunkat, fejünket, tehát hasra feküdni, hogyha ilyen tornádó vagy ilyesmi jönne. Ja, adnál jó Isten, már szerintem már az is már lassan már söprődik erre felénk is ilyen hülye idő. Na, úgyhogy úgy hallom, hogy elcsitultak a zörejek. Hogy kocsiba lenni? Hát, az ismeredek. Tehát reméljük, hogy vannak villámhárítók, úgyhogy oda húzza be ezeket a villámokat. Ja. Hát köszönöm, hogy itt vagytok velem a félelmemben. Mondjuk én nekem olyan a ház, hogy szerencsére, hogy ikerház. Úgyhogy innen is védve vagyok szemből, jobb oldalról és bal oldalról is. Tehát, hogy mondjam, így nagyon klassz érzés. Hát a vélem az nem válogat, hogy hová csap be. Ilyenkor nem szabad nyitva tartani ajtót, ablakot sem. Tehát ajánlatos mindig becsukni ajtót is, ablakot is, hogyha villám van, mert be rohanhat a gömbvillám.
Ugrotok, ha jelentkezek. De rendesek vagytok. Csak most a plusz 13 az már szerintem alszik. Azok, vagy az 50, ki szokta jelezni. Szerintem azok ilyen, nem tudom, hogy kik lehetnek azok, pász. Fogalmam nincsen. Tehát mutatja azt, hogy mit tudom én, hányan vagyunk most itt. Szoktam mutatni azt, hogy plusz 15 vagy plusz 50. Így a jobb oldali csücsökben, tehát ide van írva, hogy élő videó, stb. És én azt nem értem, hogy kik lehetnek azok. Most nincsenek, most biztos, hogy alszanak. Szerintem azoktól kapom a rossz, nagyon rossz kommenteket. Igen, most megjelent plusz 2, hoppá. Ajjajjaj. Értem. Hát itt viszont kimutatta egy hölgynek az arcát. Hoppá. Igen. Na hát. Igen. Pillanatra vissza is ugrott, de utána megint kitűnt. Aha. Tehát akkor látom az arcodat. Applikátor. De jó. Mindent megmutat a Jóisten egyszer. Olyan nincs, hogy egyszer egy életben ne derüljön ki az igazság. Mindenki derül. Így van. Tehát ennyi. Ja. Na, elcsendesedett, remélem, hogy már nem jön vissza ez a vihar, de hogy az, hogy egy este alatt, illetve hát most már jóféle egy elmúlt, de 8:30-9 tájában volt egy erős, hatalmas zivatar, mennydörgéssel minden, de hogy most is, fú, ez kemény volt, ez nagyon kemény volt. Ez az éjszakai. Nagyon. Hát nagyon szégyen, és én helyettem irkál még pluszba még az emberekkel, szemtelenkedik mindenkivel. Hát ez van, és ez egy nagyon aljas, ez a replikátor Pikács Violetta nevemet is elvette, a fotómmal visszaél, akkor még van egy P-Violetta oldal is a YouTube-on, ott is, akkor ez a Iréke Varga szintén van egy ilyen YouTube csatorna, nem tudom ki kezeleti, az is kegyetlen, oda is megosztják a dolgokat, igen. Hát ez van, most ezzel kell együtt élni, na. Nem tudok mit csinálni. Még mindig jobb, mint a koronavírus. Így van. Jaj, Istenem. Úgyhogy most akkor éjféltől szigorodott minden. Ennyi. Nem tudom, hogy hogyan tovább, miképpen. De ahogy hallgattam a televíziót, most mit tudom én, azok a vállalkozók fordulhatnak segítségét, és a többiek, akik eddig nem vették fel ezeket az összegeket, most pedig azok mehetnek, ugye, akik tönkre fognak menni, vagy úgy érzik, hogy már tönkre mentek. Gazdaságilag, hát, aggódom a világért, értetek is, önmagamért is, családomért. Ez van. Nem elég az, hogy tényleg itt van ez a vírus a nyakunkon, hanem még ilyen villám esők is vannak pluszban.
Igen. Ez hozta az élet. Így igaz ez. Napuszilag titeket, próbáljátok meg pihenni, aludni, hogyha nem dolgoztok. Ha dolgoztok, akkor jó munkát kívánok. Próbálok aludni én is. Lehetséges, hogy véget ér, de még azt látom, hogy még villámok vannak, de már az hatalmas, hogy mennydörgések. Szélvihar elmúlt. Olyan szélvihar volt, azt hittem kiviszi a falat. Velem együtt, minden együtt söpör el. Ja. Na, már megint kezdi. Ajaj. Hát, átvészeljük. Majd utána megjönnek a 26-28 fokok. Annyira hatalmas meleg nem lesz. De jön a vénasszonyok nyara. Úgyhogy itt van a nyaram. Nem sokára. Igen. Tehát én jobban bírom az a 28-30 fokot, mint azon fölött. Az már iszonyatosan nem jó. Na, pihenjetek, jól dolgozzatok, vagy aludjatok, vagy mit tudom, mit csináljátok. Na, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok, és hát sajnos, hogy vannak ezek a Facebookok, ahonnan irkálnak nektek. Meg vannak szerkesztve a videók, át vannak nyomva. Nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége, de a csapdám, ami van, azt majd megkapják nem sokára ezek. Úgyhogy applikáljanak csak. Kuk. De Édi, ez a kis matica, köszönöm szépen. Na, puszikám nektek. Próbálok aludni. Sziasztok!